Szervusztok! Itt állunk most egy új Holland M160-as, és egy hirtelen akartam mondani, de mindjárt lesek, Schülke DPX GL 2000, hát nem a legelterjedtebb, de azért felfellelhető még ebből a műtrágyás szóróból. Nézői megkeresésre csinálom most ezt a videót. Kíváncsi volt rá a kérdező, hogy hogyan oldottam meg a nyitását, zárását pneumatikusan. Mert ugye egy bovdenes megoldás van benne gyárilag. Azt helyettesítettem ki egy kis pneumatikus munkahengerrel. Ugye ez, hát vannak olyan alkatrészek benne, amely rozsdamentes, a maga a munkahengernek a csöve is rozsdamentes, de jól látszik, hogy a két vég az alumíniumból van, egy eloxált, hát ez tovább eloxálódott a két vége, a fej és a lába. Valamint én igyekeztem azért rozsdamentes alkatrészeket használni, meg gyártani, hát ez itt nem sikerült, mert ott egy anyát hegesztettem rá egy rozsdamentes kis fülre. Ugye az rozsdamentes, de az anya az rendületlenül rozsdásodik, ugyanis ott a menet emelkedése volt egy kis probléma, oda gyártatni kellett volna, és ezt nem tettem, vagy nem volt lehetőségem rá, hogy gyártsak olyan menetes véget, és ugye maradtam a sűrű menetes anyánál, amit be tudtam szerezni, egy 10x1-es csavarmenetű anya van oda hegesztve, és hát az rozsdásodik is. Na de lényeg, amiért is csinálom ezt a videót. Itt van az a doboz, ami vezérli azt a két munkahengert. Ugye itt jól látszik az elektromos csatlakozás ennek a szerkezetnek. Na hát nem kell itt nagyon nagy mindenségre gondolni. Ahol kapja a delejt, ez egy három vezetékes valami. A barna, itt jól látszik is, hogy van egy átkötése a két szelep tömnek. Van egy átkötése, az a test, vagy földelés, vagy ki, hogy szereti. Ugye a német autóknál jól megszokott a barna negatív. Itt látszik is, hogy még a szerelésnél. Próbáltam én ezt egészen vízmentes, pormentesre megoldani, de nem biztos, hogy sikerült. Ez ott is jó nyomon követhető, hogy tömszelencézve van minden egyes csatlakozás, sőt, ugye hát ezt nem tudom, hogy mondják, két utas, egy utas váltó, tehát ez alapesetben egyik irányban van, amikor a delejt megkapja a mágnes tekercs, akkor a másik irányba áthúzza, pneumatikus rásegítéssel, tehát a szelep az csak egy segéd pneumatikát működtet, ami a tolattyút eltolja egyik irányba, másik irányba, és ugye váltja a két cső között, a hol egyikbe nyom, másikba engedi vissza, hol a másikba nyom, és akkor ebbe engedi vissza, és itt engedi el a levegőt. És ugye ez a dobozon belül ereszti el, hát ez egy ilyen kipufogónak mondják, vagy ilyen légtompítónak mondják ezt a bronzgolyós préselt valamit, egységet. Hát ez akkor van értelme, hogyha olyan munkahelyen dolgozik ez a szelep, ahol a fülét bántja a dolgozónak, hát itt annyira nem releváns, de végülis megakadályozza, hogy mindenféle bogár, meg por, meg minden szennyeződés belemenjen. Ugye itt kapott egy elágazást, és párhuzamosítva van a két szeleptömb, ugye az egyik munkahengert működteti, a másik a másikat, és akkor az egyik cső az egyik cső páros az egyik munkahenger, másik munkahengerhez halad tovább. És arra akartam rávilágítani, hogy ugye ezeket én nem vezettem ki, hanem a doboz helyezi nyomás alá, amikor vált a szelep, meg vált a munkahenger irányt, és ide a dobozba engedi be a visszajövő levegőt, és hogy ez gyakorlatilag ne robbantsa szét a dobozt, mert eléggé hermetikusan le van zárva. Itt kapott egy visszavezető csövet, vagy egy ilyen
nyomás kiegyenlítő csövet ezen a tömbszelencén keresztül, és ez csak simán le van fordítva a föld irányába, egy valamennyi centivel, nyilván ezen már nehezebben folyik be a víz, úgyhogy ezzel akadályoztam meg azt, hogy ne robbanjon fel a doboz egyrészt, másrészt meg, hogy csendesen működjön, meg hogy zárt legyen a doboz. Úgy jó látszik is, hogy ezek a csavarok azért nem rozsdamentesek, és még meg a szelep test sem, az is egy alumínium, tehát ez megvan már nekem legalább egy 4-5 éve, és még egészen jó állapotban van. Ugye a bejövő levegőnek a nyomása az ezen a fekete csővezetéken jön be. Itt van egy nyomásszabályzó szelep, ezt szépen be lehet állítani a megfelelő nyomással, lerögzíteni. Ennek a nyomása a munkahenger erejét, gyorsaságát szabályozza. Nyilván amikor ez vált, ez a két szelep, akkor egy szabályzott nyomással nyit, megzár, szabályzott erővel nyitja, megzárja. És akkor ugye a nyomás szabályzóból ezzel a piros csővezetéken egy elosztó idomon keresztül szépen csatlakozik a két szeleptömbhöz. Hát lehet, hogy ezt meg lehetne akár egy fűzött szeleptömbbel is oldani, de hát ilyen alkatrészek álltak rendelkezésemre. Ez mind bontott alkatrész, jófogáson, interneten be lehet szerezni. Nem olyan nagy összegeket képvisel ez a történet. Szóval elektromos része bekötve, ugye megkapja itt a negatív pólust az egyik, onnan át van vezetve a másikba is, bocsánat, hogy lássatok is valamit, és akkor a pozitívat pedig kapja a sárgán és a fehéren. Ugye itt akkor vált a szelep, amikor elektromos áramot kap, akkor behúz, és váltja az irányát a munkahengernek, meg amikor elenged, akkor alaphelyzetbe visszamegy, van benne egy rugó, visszamegy, és akkor visszaváltja a munkahengernek az irányát. Annyit kell róla tudni, hogy az egyik csőben mindig van nyomás. Tehát az folyamatosan erővel tartja a munkahengert valamelyik irányba. Jó, és akkor még annyit akartam itt megmutatni, hogy itt kapott egy csonkot, ami ki van fúrva a váz, ez egy lemez. Hát a másik oldalán így megmutatom nektek, hogy így van elvezetgetve. Ott van az a cső, aminek a vége kilóg a szabadba, és akkor ott nem folyik vissza a víz. És akkor a piros csonkra pedig kapott egy kutyafejet. És akkor értelemszerűen pedig ez a világításnak a vezetéke, de belül a fülkében van egy kezelő. Hát talán azt is meg tudom mutatni. Van egy kis kezelő doboz, amit rá lehet tenni a elektromos dugóra. Kettő darab kapcsolóval, hát ezt utólagos engedelmetekkel én ezt nem bontottam ki, de nem nehéz elképzelni, hogy ami ide be van ide kötve, itt van a vezeték vége. Itt van a vezeték vége, barna a feketére, mert ugye a feketével van jelölve ez a új hollandoknál, ez mai napig ki van így vezetve, nem tudom, hogy más típusoknál, hogy van megcsinálva, de ugye van itt egy ilyen csatlakozó, van egy szivargyújtó, most is világít. Ilyen-olyan csatlakozó, lehetőség van vezetéket rákötni, ebbe folyamatosan van áram, úgyhogy ezzel csak óvatosan, de ezt ide rákötöm, ugye kéteres árameres volt, én ebből a földdel is kivágtam, kéteres vezeték, ezt bevezet ebbe a kis dobozba, és akkor értelemszerűen egy-egy kapcsolóval adja az áramot, nem adja az áramot, jobb oldal, bal oldal, nem egy nagy történet, de sokkal kényelmesebb kapcsolni, vezérelni, mint a bovdent tologatni, mert az idővel perosdásodik, eldugul, elkoszolódik, és iszonyat nehéz működtetni. Úgyhogy röviden és tömören ennyi ennek a működése, nem egy nagy történet, hogyha már megvannak a szelepeitek, a mechanikus alkatrészek a helyére vannak szerelve, akkor innentől kezdve már nagyon könnyű bevezetékezni a elektromos részét, és akkor innentől kezdve szakaszolható, vagy kapcsolható a legjobb
Hát a szakaszolás, ugye az egyik tárcsa átszór a másiknak, átfedéssel dolgoznak ezek a dolgok. Tehát igazából, ha a két tárcsából a jobb oldalit kikapcsolod, akkor a bal oldali átszór. Azt lehet mondani a teljes munka szélességének, ha az egyik tárcsa megy, akkor a 70%-át szórja. Tehát a munka szélesség 70%-át szórja. Ha másikat kikapcsolod, akkor átszór. Tehát úgy mondom, hogy csak a 30-40%-át lehet lekapcsolni a munkaszélességnek, hol az egyik oldalt, hol a másik oldalt. Nem egészen lehet vele menni kint teljesen a tábla szélén, mert akkor szórod a szomszéd földjét is. Úgyhogy viszont arra nagyon jó, hogy a tankoláskor elzárod, és akkor teljesen ki van kapcsolva, hiába forog a kardán. Szórni nem szór, amikor gondolod, vagy amikor odaérsz a GPS által meghatározott helyre, hogy neked szórni kell, akkor már csak egy kapcsolás, és azonnal elkezd szórni. Én ezzel nagyon meg vagyok elégedve. Ja, igen, és a pneumatikának van egy olyan hálás tulajdonsága, hogyha szelel, vagy csöpög, idézőjelben, lukas a rendszer, akkor nem olajoz össze mindent. A hidraulikánál ugye ez egy eléggé nagy probléma tud lenni, hogy idővel kopnak a dolgok, és összeolajoz mindent. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon jó, viszont nyilván a pneumatikánál, ha egy kicsit szorul az a subler, amit nyitni meg zárni kell neki, akkor ott van egy kis késés, vagy akár ki sem nyitja teljesen, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. A hidraulikánál ilyen nincsen, mert hát ugye ott mékrendszer mire van beállítva, de 100x-en bárral oda tolja, és ha kell, akkor még eltöri a szerkezetet is, de az kinyit, tehát ott nincs kérdés, ott kinyit. Úgyhogy ezek az előnyök meg hátrányok, hogyha úgy gondoljátok, hogy átszereltek, én csak ajánlani tudom ezt a pneumatikus rendszert, könnyen használt eszközökből is össze lehet szedni, egy kis fabrikálás, és akkor már is működik. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, neked meg sok sikert a kivitelezéshez, mert tudom, vagy megírtad, hogy már egészen előre haladott állapotban vagy, sok sikert hozzá, és tartsatok velem legközelebb is. Szevasztok, bőtermést!